bagulho, estoquete! Aí! Beszélgetése, amiken Volnert és Völnert összekeverik? Hát azért az buta ember, aki összekeveri a Volnert. Különben az is egy rendes ember, hogy egy kis pénzt eltett. Én is eltettem volna, ha megkínálnak. Nem is tudom, aki 7 gyereke van, hogy gondolja, hogy beengedi a migránsokat, hogy ez neki miért jó? Ja, azt mondja, hogy nem akarja beengedni. Aha, majd meglátjuk. Még sok a megtévesztett ivadék, aki nem tudja, hogy mi a valóság. Ez nagyon vigyázni kell. Nekem egy miniszterelnököm van, az Orbán Viktor, én ezen kívül senkit nem támogatok. Az ellenzék kerül kormányra, akkor drágábbak lesznek az élelmiszerek? Igen, meg minden. Ez miből gondolja? Hát, már ahogy beszél a tévében is, csak tudom mondani. Kicsoda? Én nem tudom így a nevét, mert én nagyon haragszok rá. 3 millió embert szavazott a Fideszre. Gyurcsányra ki a faszom szavazott? Fölébreszti őket, föl kell lépni, mert ez tényleg az, hogy a Gyurcsány visszajöjjön, ez nem lehet. Nekem nem tetszik ez a jelölt, nemzetbiztonsági kockázatot is jelent, az is lehet, hogy CIA tag, 2 hazudik. Mit mindent megtett, és sajnos, hogy ez minden a sok megtett ember, aki nem őt képviseli, és nem ő érte, akkor nem érdemli meg, hogy itt Magyarországon éljen. Ahhoz, hogy egy magát jobboldalinak mondó jelölt, a Márki-Zay Péter lett a ellenzéknek, a Orbán Viktornak a kihívója. Azt ezt ki tudnál nyírni? Tudj? Elég sokkal. A Hogy tetszik a... Mi? Hogy a... 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 Hogy